három hete a toronyház előtt beszakadt az úttest, akkor tájékoztatta a polgármester a lakosságot, hogy mi történt, azóta milyen munkálatok kezdődtek meg, amik esetleg nem látszódnak. Igen, egy sajnálatos káresemény történt, hiszen a Szennyvíz csatorna a toronyház előtti szakaszon, nagyon közel ahhoz a szakaszhoz, ahol nem olyan régen hasonló esemény történt. Egyébként két akna közzel arrébb, hiszen akna közben számol a csatorna művek, tehát a TRV szakemberei ugye mindig csatorna közben adják meg azt a szakaszt, ahol valamilyen esemény vagy káresemény történt. Tehát ez egy arrébb lévő káresemény, mint ami 2019-ben történt. Nyilvánvalóan összefügg a kettő valamilyen szinten, hiszen ugyanaz a csatorna rész, ami tovább megy a Szennyvíz állomás irányába, ezen a részen történt ez az esemény is. Ugye feltárásra került, hiszen maga a beszakadás az csak egy része volt, ugye folyamatosan meg kellett nézni azt, hogy van-e további olyan szakasz, amely beavatkozásra igény tart, tehát szükségesnek látszik azért, hogy a biztonságot mindenképpen tudjuk garantálni. Ugye tudni kell erről a szakaszról, hogy egy nagyon régen, közel 50-60 éve épült szakaszról van szó, ami az akkori technológiának természetesen megfelelt, azonban az idő próbáját, mint ahogy nagyon sok más technikai építkezés, az akkor használt építőanyagok ma már nem felelnek meg a mai igénybevételeknek. Ugye tudjuk, folyamatosan látjuk ezeknek a romlását, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy természetesen ezeket hogy lehet megjavítani. Úgyhogy elkezdődött a feltárás, elkezdődött az a munka, amely a környező szakaszokat is átvizsgálja. Kamerát kellett rendelni, kamerás vizsgálatot kellett rendelni, és hát természetesen ennek a szakasznak a javítását is el kell kezdeni előkészíteni. Nyilván az önkormányzat forrásai azért azt gondolom, hogy végesek, nem tudunk mindig minden ilyen káreseményre felkészülni, ezért természetes, hogy fel kellett venni a kapcsolatokat azokkal a szakemberekkel is, akik aztán nyilvánvalóan ennek a javítását és ennek a javítási költségnek a finanszírozását fogják tudni biztosítani. Fordultunk a magyar kormányhoz is, ami azt jelenti, hogy a Viszmajor keretből kérünk támogatást. Most ezekhez természetesen szükséges az, hogy különböző vizsgálatok elvégzésre kerüljenek, hiszen a környező lakóépületek, a környező lakóingatlanok biztonsága azért elsődleges. Tehát amikor arról beszélünk, hogy elhúzódik valamilyen szinten a javítás, akkor nem csak azért, mert nincs megfelelő szakember, vagy nem odafigyeléssel foglalkoznak vele, hanem pont az ellenkezője. Tehát olyan szinten kell megtervezni az előkészítést, és olyan szinten kell majd lebonyolítani ennek a csatorna szakasznak a javítását, amely nem veszélyeztet emberéleteket, és nem veszélyeztet lakó ingatlanokat. Ugye elkezdődött az árajánlatkérés menet közben azoktól a vállalkozóktól, akik képesek arra, hogy egy ilyen szakaszt, hiszen itt egy viszonylag nagy kiterjedésű szakaszról és egy közel 6 méter mélységben végzett munkáról beszélünk, amely aztán további problémákat is felvethet. Előfordulhat az, hogy talajvízszint süllyesztést kell végezni, amely ugyancsak időigényes, hiszen ahogy mondtam, itt akkora épületekről van szó, amely alól hirtelen a talajvizet kiszívni nem lehet. Tehát itt egy nagyon-nagyon lassú munkafolyamat az, amelyet biztonságosan lehet elvégezni ennek a csatorna szakasznak a javítását. Az elsődleges fölmérések alapján úgy néz ki, hogy mind az állami támogatást, mind pedig a megfelelő kivitelezőt sikerült kiválasztani és hozzájutni, és az ő tájékoztatásuk alapján is azt tudom elmondani, amiről az előbb is beszéltem, hogy egy lassú, de biztonságos folyamat elején állunk, tehát ha nagyon meg kell mondani most a végét, hogy mikorra várható a teljes helyreállítás, akkor körülbelül a novemberi hónapba is belecsúszhatunk ahhoz, hogy valóban emberéleteket nem veszélyeztetve, gondolok itt mind a lakókra, mind pedig az ott munkát végzőkre, mind pedig a környező ingatlanokban sem okozzunk árt, és természetesen utána ennek a csatorna szakasznak a hosszú távú működése is biztosított legyen. Nyilván azt is el kell ehhez mondani, hogy addig, amíg a javítás zajlik, addig ugye folyamatosan biztosítani kell a közlekedést is ezen az útszakaszon, illetve meg kell oldani a csatorna elfolyását is. Ez a csatorna szakasz egy karcag olyan frekventált csatorna szakaszát jelenti,
ahol az Ady Endre út és a Szent István sugár út kereszteződésében egy több csatornás összefolyásról beszélünk. Ugye itt nő meg a csatorna csőnek az átmérője is, hiszen itt kapcsolódik be a kórház irányából jövő szennyvízvezeték, és ebben a csomópontban azt tudjuk elmondani, én is ezt tudom elmondani, hogy a város összes szennyvízének 70%-a átfolyik a szennyvíztelep irányában. Tehát egy nagyon nagy csőszakaszról beszélünk, és egy nagyon megterhelt csőszakaszról beszélünk. Ezért is van az, hogy mind az előkészítés, mind pedig a munkálatok nagyon komoly, körültekintő és szakszerű odafigyelést igényelnek. Én köszönöm szépen egyrészt a TRV szakembereinek, másrészt azoknak a kivitelezésben már most résztvevő szakembereknek a munkáját, akik összehangoltan és tervszerűen előkészítik és majd lebonyolítják ennek a csatornának a javítását. És természetesen köszönöm és kérem továbbra is a lakosság megértését. Polgármester úr említette, hogy az elsődleges feladat volt, hogy a TRV szakemberei átvizsgálták a kamerás felvételek alapján csőszakasznak a állapotát. Van valamilyen tájékoztatás ezzel kapcsolatban, hogy milyen állapotban van, mekkora szakaszt kell esetleg újra cserélni? Igen, elvégeztük majdnem a teljes szakasznak a kamerás vizsgálatát. Látszik az, hogy azok a részek, amelyek javításra kerültek, tehát az orvosi rendelő irányába, ugye a postáig, a postától pedig most már az orvosi rendelőig javításra, cserélésre kerültek ezek a csőszakaszok, ezek teljesen biztonságban működnek, bár hagynak némi kívánivalót maguk után, hiszen látjuk, hogy a kivitelezés után itt-ott vannak süllyedések, de ezeket természetesen csak felületi hibák, tehát ezeket fogják javítani a kivitelezők, de maga a csőszakasz biztonságosan és jól működik. A további szakaszok, amely a szennyvíztelep irányába vezetnek, jelenleg teljesen biztonságosak, használhatóak, de mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy a jövőben ezeknek a szakaszoknak a folyamatos cseréje mindenképpen indokolt lesz. Ezen is dolgozik az önkormányzat, és örömmel mondhatom, hogy elkészült az a pályázati anyag, amely nem csak ennek a szakasznak, hanem a város teljes szennyvízhálózatának a rekonstrukcióját jelenti, és körülbelül másfél hét ezelőtt jelent meg a magyar közlönyben az az örömteli hír, miszerint a magyar kormány is támogatja ezen elképzelésünket, és úgy döntött, hogy felkéri a minisztériumot, hogy a karcagi pályázatot a következő KEHOP pályázatban mindenképpen támogatásra vegye figyelemben. Tehát nagyon reméljük azt, hogy néhány éven belül teljesen felújításra tud kerülni Karcag teljes szennyvízhálózata a szennyvíztelepel együtt. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!